itt a tavasz, itt a húsvét. A rossz időt hátrahagyva, igyekeznek a baracsi programszervezők is minél több kikapcsolódásra alkalmas eseményt létrehozni. Ezúttal Miskolci Ildikó adott tájékoztatást az áprilisi programokról. Sok szeretettel várnak minden segítő szándékú lakost április 1-én, szombaton közös szemétszedésre a településen a szervezők, Baracsi Társaskör Egyesület és Baracs Község Önkormányzata. Gyülekező a faluház előtt 9 órakor lesz. Április 3-án vegyes árus érkezik a faluházba 9 órától. Április 5-én, szerdán sok szeretettel várjuk a kézműveskedni vágyókat a faluházba 15 órától. Már készülünk a húsvétra, húsvéti dekorációkat, tojásokat fogunk készíteni, majd ezt követően 16 óra 30 perctől a faluház melletti parkban feldíszítjük idén is a falu tojáspályát. Várjuk a helyieket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Április 7-én pénteken 10 órától a tavalyi évhez hasonlóan húsvéti állatsimogatóval és játékos délelőttel várják a templomosi manók a baracsi gyerekeket a kisiskola udvarára, ahol a nyuszi is meglepetéssel készül. Április 8-án 14 órától húsvétoló címmel családi napra várják az érdeklődőket a Dunamenti Lovasport Egyesület szervezésében a Magyar Lovas udvarban. Kincskeresés, játékos vetélkedők, kocsikázás, sétalovaglás, kézműveskedés várja a látogatókat. Április 12-én versmaraton lesz a Faluház Színház termében. Sok szeretettel várnak a kikapcsolódni vágyokat szervezők Gárdián Attiláné és Újvári Csilla. Április 13-án 17 órakor a Költészet napja alkalmából Farkas Erik színművész zenés estére hívjuk Önöket, teret a versnek címmel. Megzenésített verseket fogunk hallani, a művészt Sparing Donát kíséri gitárral. Április 22-én Szentgyörgy napi lovasbál lesz a Faluház tornatermében, a Dunamenti Lovas Sport Egyesület szervezésében. A vendégeket 17 órától várják. Április 25-én kedden délelőtt a Széchenyi hét keretein belül kerül megrendezésre a Színjátszó Fesztivál a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és AMIG szervezésében. Április 30-án vasárnap Baracsi Majálisra várjuk a kikapcsolódni vágyókat a Baracsi sportpálya melletti területre. A program 12 órakor indul sátorállítással, majd tűzgyújtással. Az idei évben Pörkölt Parádé címmel hirdetünk meg egy főzőversenyt. Szeretettel várjuk egyesületek, baráti társaságok, lelkes csapatok jelentkezését. Nevezési díj 2000 forint csapatonként, és ez a díj tartalmaz 1 kiló kenyeret, műanyag bográcstálakat és evőeszközöket. A nevezést április 21-éig várjuk az alábbi elérhetőségeken. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.